megszentelték és felvágták az új kenyeret. Idén is közösen ünnepelték augusztus 20-át az ózdiak. Jótékony célokat szolgált a horgászverseny. Ózdi Krónika. A stúdióban Bukovinszki Zsolt. A város aktuális hírei következnek a hosszú hétvége eseményeivel. Jó estét kívánok! A hagyományokhoz híven idén is megszentelték és felvágták az új kenyeret. Az augusztus 20-ai ünnepségen az ifjúsági parkban Janicsak Dávid városunk polgármestere mondott ünnepi beszédet, aki kiemelte az államalapító tevékenységének fontosságát és a hiterejét. A műsor végén most is kiosztották az új kenyeret a nézők között. Az augusztus 20-ai ünnepségen a számos zenei, táncos és különféle programok mellett egy díszes műsorral is készültek a szervezők. A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület felvezetésével városunk vezetői vonultak a színpadra, ahol aztán Janicsak Dávid polgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte a kereszténység és Szent István államalapító tevékenységének fontosságát. Mit jelent számunkra Szent István király műve? Számomra azt jelenti, hogy Isten oltalmával, akár komoly harcok árán is, de soha el nem fáradva, soha meg nem alkudva, soha fel nem adva kell küzdenünk a boldogulásunkért, kitartani szeretett városunkért, tovább dolgozva Ózd hosszú távú fennmaradásáért és jövőjéért. Ehhez mindannyiunkra szükség van. A polgármester beszédét követően Szőke Gábor plébános áldotta és szentelte meg a nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Urunk, fogadd érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket, mennyei áldásoddal. A megáldott kenyeret Janicsak Dávid szegte meg. Elsőként a színpadon állókat kínálta meg, majd a városvezetőkkel együtt a nézőtéren osztotta szét az államalapítást és Szent István királyt ünneplő ózdiak között. Az új kenyér szentelése és megszegése mellett zenés-táncos színpadi programok is várták az ózdiakat augusztus 20-án az ifjúsági parkban. Az államalapításnak és első Szent István királynak emléket állító napon a helyi előadók mellett több sztárvendég szórakoztatta a nagyszámú közönséget. Nyári meleg és napsütés várta az érdeklődőket az augusztus 20-ai ünnepségen. Hazánk egyik legkiemelkedőbb nemzeti ünnepén az államalapításról és első Szent István királyról emlékezünk meg. Városunkban is évről évre egésznapos programsorozatot rendeznek, amely idén is több száz embert csábított ki az ifjúsági parkba. A Bufaz együttese jöttünk, most azt akarjuk leginkább meghallgatni, meg este délhenit, ugye, meg Szűcs Juditot, ezt is szeretnénk meghallgatni. Groove House-ra, arra nagyon. Mondjuk délheni is egy kicsit, de ennyi nagyjából. Meg ugye az egész tök jó. Most vagyunk itthon, úgyhogy... eljöttünk, ellátogattunk. A zenei programok sorát Kökény Attila nyitotta meg, majd fellépett a Szekszárdi Holló Együttes és a Groove House. Ezt követően a táncoké volt a főszerep. Az Ózdi Gyöngyvirág Névtánc Egyesület, a Szarkaláb Névtánc Csoport és a Szabadszombat Tánc Együttes szórakoztatta a népes közönséget. De az Erika C. Dance School and Company színpadra lépett. Estére két sztár vendéggel készültek a szervezők, Szűcs Judit régi és új dalaival, Dérheni pedig fiatalos, poppos, hip-hopos zenéjével töltötte meg az ifjúsági parkot érdeklődőkkel. Egyikük sem először járt már városunkban. Nagyon-nagyon sokat jártam koncertezni, és már volt élőkoncertem is, és nagyon sok barátom van Ózdról, többek között Majoros Péter, amit ugye nagyon sokszor meg szoktunk említeni, és nagyon-nagyon sok más ismerősöm van, aki itt született. Valahogy valami különleges lelki kötődésem van az ózdi emberekkel, valamiért könnyebben megtalálom a közös hangsúlyt. Úgyhogy ilyen tiszteletbeli ózdiként vagyok jelen, barátaim már ilyen ózdinak befogadtak, hogy nagyon bízom benne, hogy jó buli lesz, és reményeim szerint ez sikerülni is fog. Az augusztus 20-ai ünnepségen a helyi előadókon és sztárfellépőkön kívül számos program várta a város lakóit.
A főként fiataloknak szóló szórakoztató játékokon, arcfestésen, lovaglási lehetőségen és több játékon kívül az Ózdi muzeális gyűjtemény kiállítását is megtekinthették. Emellett 4 tekból asztalt is ki lehetett próbálni, volt sakkverseny és korongozás is. A rendezvényt pedig a szokásokhoz híven most is hosszú tűzi játék zárta. Új zászlótartó rudat helyeztek a sajóvárkonyi Szent Miklós püspök templom homlokzatára ma délelőtt. Az épület felújítása után az eredeti rúd nem került vissza a helyére. A problémára a plébánia harangozója hívta fel a figyelmet néhány hete. Ma pontot tettek az ügy végére. Fürjes Pál önkormányzati képviselő cége legyártotta a pajzsalakú tárgyat, Eke István vállalkozó pedig egy magyar zászlót ajándékozott a plébániának. Obbács Csaba területi képviselő szerint igazi közösségi összefogással valósulhatott meg a projekt. Rövid beszéde után Talián Zoltán diakónus Isten áldását kérte a zászlóra és annak tartójára is, majd megszentelte azokat. Az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság emelőkosaras autójának segítségével szerelték fel a galvanizált csövet, amely évtizedekig szolgálja majd célját, végül elhelyezték benne a lobogót. Idén is megrendezték a Fogja ki az aranyhalat elnevezésű horgászversenyt az Ózdi horgásztavon. A megméretetés ötlete 4 évvel ezelőtt pattant ki Bak Tamás fejéből, és a hagyományoknak megfelelően ezúttal is augusztus 20-án mérhették össze tudásukat a pecások. A verseny ismét jótékony célokat szolgált. 37 versenyző foglalt el az állásokat az Ózdi horgásztó körül augusztus 20-án. 4. alkalommal rendezték meg városunkban a Fogja ki az aranyhalat jótékonysági horgászversenyt. Az ötletgazda Bak Tamás ezúttal újításokkal is készült. Volt most 2 olyan dolog, ami eddig nem volt. Most egy állatkerti belépőt sorsoltunk ki azok között, akik családdal jöttek ki, aki pedig a párjával, a feleségével jött ki, azok között pedig egy acapella vacsorát sorsoltunk ki. És úgy vettük észre, hogy a halak is jótékonykodnak, tehát a 3 hal az nem jött ki, természetesen ezeket majd felajánlottuk a jótékonyságra. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is 3 halat jelöltek meg a verseny kezdete előtt. Ezúttal azonban a jótékonysági akciók kedvezményezettjei akkor is megkapták volna az utalványokat, ha valaki kifogja az arany, ezüst vagy bronz halat. Ez azonban ismét nem sikerült senkinek. A verseny ugyanakkor így is elérte célját. Ez a borzasztó meleg ez nem használta halak kapásának, és a versenyzőket is megviselte egy kicsit. Ennek ellenére 37 csapat részvételével sikerült ezt a versenyt itt megrendezni a tavon, és azt gondolom, hogy elérte célját a verseny, és a 37 ember, 37 család, a 37 csapat, aki kijött ide, az már nagyon jól érezte magát. Az eredmény hirdetést az augusztus 20-ai városi rendezvény színpadán tartották meg. Díjazták a legtöbb, valamint a legnagyobb halat kifogó pecásokat is. A jótékony felajánlás idén a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetéhez, a Kézenfogva gondozóház lakóihoz, valamint a Csépányi Általános Iskola napköziéhez jut el. Ismét nagy sikert aratott a Vadas Fesztivál a Bíbenvölgyben, melyet már 5. alkalommal szerveztek meg. A nap során több zenekar is színpadra lépett. Elsőként a Sunrise együttes mutatta be produkcióját, majd a Sven Hart és a Nagyanyám blúza következett. A gyerekeknek volt arcfestés, este pedig a tombola húzáson izgulhattak a résztvevők. Facskóné Balogh Katalin a rendezvény főszervezője szerint a siker titka, hogy minden korosztály számára próbálnak elfoglaltságot kínálni. Én úgy gondolom, hogy szervezünk olyan rendezvényeket, ami érdekli az embereket, próbálunk a gyerekeknek is olyan rendezvényt, olyan elfoglaltságot találni, ami érdekli őket, és ez a titka, én úgy gondolom. Ismét távirányítású masinák szelték az Arlóitó vizét. Az Ózdi Művelődési Intézmények égisze alatt működő modellezőkör 7. alkalommal szervezte meg a távhőkupát. A megmérettetésre most is az ország számos pontjáról érkeztek, hiszen a futam is beleszámított a bajnokság végelszámolásába. Élethű hajók lekicsinyített méretben és távirányítással. Talán így lehetne a legkönnyebben jellemezni a modellezést. Vannak, akik hosszú éveken keresztül készítik el azokat az alkalmatosságokat,
amelyekkel egy-egy versenyen vízre szállnak. Az Arlói tópartján immár 7. alkalommal gyűltek össze hazánk legjobbjai a távhőkupán. A megmérettetést ezúttal is az Ózdi Művelődési Intézmények égisze alatt működő modellezőkör szervezte meg. Az ország nagyon sok pontjáról, fővárosból, Dunántúlról, Alföldről érkeztek versenyzőink. Körülbelül 55 hajó a nevezett létszám, ez 30-35 versenyzőt takar, egy versenyző több hajóval is jöhet. Úgyhogy egy igen szép népes mezőn gyűlt össze. Ez az országos bajnokság utolsó előtti futama, úgyhogy már nagyon mindenki számolgatja majd a pontokat. A hajómodellezésnek a szervezők szerint megvan a törzsközönsége, így évről évre szinte változatlan mezőny vág neki a futamoknak. Mint minden sportágnál, itt is kiemelten fontos az utánpótlás kérdése. Ugyanakkor idén is több érdeklődőt vonzott a verseny. Magának a viadalnak egyébként sajátos menete van. A verseny eredmény az két részpont számból tevődik össze. Egyrésztről értékel egy bírálóbizottság maguknak a hajómodelleknek a minőségét, mennyire aprólékosak, mennyire valósághűek, mennyire dokumentáció szerint készültek el. Ezt követően pedig végig kell vezetni a hajókat egy versenypályán, egy háromszög alakú pályán, amelynek a kapuit, hogyha megfelelő sorrendben veszi a versenyző, akkor az is, és a műszaki pont is 100-100 pontot érhet. Ezek elméleti pontszámok, azért 100 pontot a műszaki pontra ritkán ad a bíráló bizottság. Úgy gondolják, hogy mindig lehet szebb hajót építeni, mint ami éppen eléjük került. Az országos bajnokság utolsó futamát 2 hét múlva Gyoma Endrődön rendezik meg. Ennek megfelelően ott dől majd el, hogy a különböző kategóriákban kik lesznek a legjobbak. Vereséggel tért haza Debrecenből az Ózdi Kohász az NB3-as labdarúgó bajnokság 3. fordulójában. A miénk a Debreceni Egyetemi AC-vel játszottak. A házigazda már a 27. percben megszerezte a vezetést Bíró Péter révén, nem sokkal később pedig duplázni is tudott a debreceniek 8-asa. Fordulás után Bárány Zoltán is 2 gólig jutott, miközben a mieink nem tudták feltörni a hajdúsági gárda védelmét. Végeredmény Debreceni EAC Ózdi Kohász 4-0. Várhidi Péter tanítványa így továbbra is 1 ponttal állnak a keleti csoport 15. helyén. Legközelebb vasárnap délután a Sényű ellen buzdíthatják őket a szurkolók a városi stadionban, hazai környezetben. Ismét remek eredmények születtek a Korintosz elnevezésű ultrafutó versenyen. Ezúttal az Ózdi Teknőc Futóklub 2 hölgy sportolója, Ihász Veronika és Farkasné Máti Erika tette próbára felkészültségét a rendkívüli távokon. A rendezvény útvonala a Szekszárd-Baja közötti kijelölt útvonal volt. A megmérettetés egyébként tiszteleg a legnagyobb görög klasszikus ultratávú futóverseny, a Spartatlon előtt, a 100 mérföldes táv teljesítésével pedig kvalifikációt is lehet nyerni a 246 kilométeres megmérettetésre. A verseny több szálon kötődik a hagyományos görög viadalhoz, hiszen az eredeti korintosz.hu 81 kilométeres távja megegyezik a Spartatlon Athén Korintosz szakaszájéval. Ihász Veronika tavalyi 20 óra 43 perces idejét 19 óra 19 percre redukálta 162 kilométeren, amely eredmény idén az 5. helyet jelentette a nők között. Farkasné Máti Erika a 81 kilométeresek mezőnyében szállt harcba, elsősorban önmagával és bőven szintidőn belül 10 óra 25 perc múlva lépte át a célvonalat. A teljesítők egy gálavacsora keretében vehették át az okleveleket, érmeket és egyéb díjakat a Babits Mihály Kulturális Központban. Híradónk végén nézzük meg legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. A hagyományokhoz híven idén is megszentelték és felvágták az új kenyeret az augusztus 20-ai ünnepségen. Az ifjúsági parkban Jani Csak Dávid polgármester a városvezetőkkel együtt kínálta meg az ünneplőket. Idén is közösen ünnepelték augusztus 20-át az ózdiak az ifjúsági parkban. A helyi előadók mellett több sztárvendég szórakoztatta a nagy számú közönséget. Idén is megrendezték a Fogja ki az aranyhalat elnevezésű horgászversenyt az Ózdi Horgásztavon.
A megmérettetés ötleten 4 évvel ezelőtt pattant ki Bak Tamás fejéből. A verseny ismét jótékony célokat szolgált. Ismét távirányítású masinák szelték az Arlói tóvizét. Az Ómi égisz alatt működő modellezőkör hetedszer szervezte meg a távfőkupát, és most is az ország számos pontjáról érkeztek hajósok. Végül pár szóban a várható időjárásról. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik sokfelé a napsütést. A nap első felében északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, máshol azonban száraz marad az idő. Az északi-északkeleti szelet keleten kísérhetik élénk, erős lökések. Az éjjeli órákban 16 fokig süllyed a hőmérséklet, napközben pedig 28 Celsius fok körüli maximum várható. Ezek voltak Ózd legfontosabb hírei, a krónika ismétlését este 8 óra 10 perckor, 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják. Híradunk után Aréna című magazinunk következik. Mihály Bence vendégei Vitális István és Frőlich Tamás, a 9. Ózdi Triatlon verseny főszervezője és versenyigazgatója lesznek. Szó lesz emellett az Ózdi Kohász szezon kezdetéről, illetve archív felvételeket is mutatunk az elmúlt évek rali versenyeiről. Friss ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben Tóth Alexandra várja Önöket. Hűs nyári estét kívánok! Viszontlátásra!